nap, a hold, a bolygók, a csillagok. Mindig is feltüzelték a képzeletet, táptalajt adtak a mondáknak. Az égbolt vizsgálata, a csillagászat kétségkívül a legősibb létező tudomány. Azt viszont kevesen hinnék el, hogy a csillagászat bőven visszafizetett már annyit, amennyit ráköltöttek sok száz év alatt. Ez az a tudományág, amelyik időről időre új ötleteket szült, a többi csak mögötte kullogott. A Surrey Egyetem fizika professzoraként olyan nagy európai tudósok elméleteivel és gondolataival foglalkozom, mint Galilei, Newton vagy Einstein. Ám iraki származásom miatt szívesen tanulmányozom azokat a történeteket is, amelyeket még kisdiákként hallottam Bagdadban, a középkori iszlám világ nagy csillagászairól. Az ő munkájuk később erősen befolyásolta a nyugati tudósok felfedezéseit is. Útra kelek tehát Észak-Irán távoli hegyei, Szíria és Egyiptom felé, hogy feltérképezzem a muszlim csillagászok látványos és messzeható eredményeit. Az is kiderül majd, hogy ők vonták először kétségbe azt a látszólag megingathatatlan görög nézetet, hogy minden a föld körül kering. Az iszlám készítette elő a terepet a tudománytörténet egyik legnagyobb forradalma előtt. Az iszlám és a tudomány. A kétkedés ereje. A Padovai Egyetem Észak-Olaszországban. Azért jöttem ide, hogy lássam azt a bizonyítékot, amely az európai tudomány egyik legnagyobb áttörése és a muszlim tudósok korábbi műveinek kapcsolatára utal. Dr. Luisa Pigiotti csillagásszal kaptatunk fölfelé a 18. századi obszervatóriumba. Azt ígérte, hogy odafönt megmutatja nekem a tudománytörténet egyik legfontosabb könyvét. Lássuk csak. Ez a De Revolutionibus második kiadása. De Revolutionibus Orbium Celestium. Nikolaus Kopernikus lengyel csillagász 1543-ban megjelent műve az égi pályák körforgásáról. Hihetetlen jelentőségű könyv. Az ókori görögök óta ebben a könyvben írja le először a szerző azt, hogy az összes bolygó és maga a Föld is a nap körül kering. Több ezer éven át teljesen más nézetet vallottak az emberek. Azt, hogy a Föld áll, és minden egyéb, az összes csillag, a nap és mindegyik bolygó a Föld körül kering. Itt látható az ő rendszere. Látom, itt van a nap, középen. Ez itt a Terra, a Föld. Ez meg a Hold. Sok történész szerint ezzel a csodálatos könyvvel kezdődött meg Európában a tudomány forradalma. Ez volt az első döntő lépés a modern fizikához vezető úton. Egyet kell értenem. Arról viszont nem sokat hallani, honnan vette Kopernikus az információkat és magát az ötletet. Úgy tűnik szinte a semmiből. Igazi kinyilatkoztatás volt számomra az a jegyzete, amelyikben Kerekperec megemlít egy 9. századi muszlimot, akitől sok megfigyelési adatot vett át. A damaszkuszi csillagászt, Al-Battanit. Akárcsak az iszlám többi jelentős tudósáról, Al-Battaniról sem készült arckép, amíg élt. Csak későbbi ábrázolásokból tudhatjuk, hogy milyen lehetett a külseje. Itt sorolja fel Hipparchos,
és más tudósok neveit. És itt áll a mahometi Aracenzis, azaz al-Battani neve. Most lássuk ezt a másik könyvet. Ennek a másik könyvnek az elején megnézhetjük latinul. Kopernikusz voltaképpen rengeteg megfigyelést vett át al-Battanitól a bolygók, a nap, a hold és a csillagok helyzetéről. Latin fordításokból dolgozott, ehhez hasonlóakból. Ez egy szíriai csillagász adatait tartalmazza. Ez al-Battani zidje, azaz csillagjegyzéke. Az egyik oldalon arabul, a másikon... Ott a latin változat. Így kényelmes. Biztosan megvoltak neki az adatok. Al-Battani megfigyelési adatai. És ugye tudja, hogy... Kopernikusz könyve tele van a régebbi forrásokra utaló jegyzetekkel. Al-Battani az egyetlen muszlim csillagász, akit Kopernikusz a nevén nevez. De nemrég sikerült kinyomozni, hogy a lengyel tudós több elképzelését is korábbi muszlim művekre alapozta. Ennek legvilágosabb bizonyítéka az, hogy átvette a 13. században élt át-túszi matematikai ötletét, az úgynevezett túszi köröket. Angliában összehasonlítottam a muszlim csillagász legfontosabb művét, a De Revolutionibus egy másik példányával. Itt található a túszi körök eredeti rajza, ez pedig egy szinte azonos ábra Kopernikusz könyvéből. Még a körökön kiemelt pontokat is ugyanazokkal a betűkkel jelöli. Al-Tusinál itt az arab alif, ott az A. Itt egy ba, ott a B. A jim itt fenn az egyik G. A dál középen az a D. Figyelemre méltó a hasonlóság. Persze lehet ez véletlen is, de a bizonyíték szerintem magáért beszél. Jól belegondolva, Kopernikusznak ismernie kellett At-Túszi és más muszlim csillagászok műveit. Tovább nyomozva, Kopernikusz olyan matematikai fogásokkal írta le a bolygók mozgását, amelyek erősen emlékeztetnek arra, amit a 14. században dolgozott ki egy szíriai csillagász, Ibn al-Shatir. Ez egyes történészek szerint aligha lehet véletlen. Bizonyítékom ugyan nincs rá, mert nem találtam áruló jelet, csak a saját szavait elemezhetem, de úgy látom, hogy Kopernikusz diagramokból dolgozott. Valakitől megkapta azokat a geometriai diagramokat, amelyeket Ibn al-Shatir dolgozott ki, hogy megoldja például a hold és a belső bolygók, valamint a Merkur mozgásának a problémáját. Látta ezeket a diagramokat, és ő annyira zseniális volt, hogy ezekből is kitalálta, milyen elmélet rejlik ezek mögött. Kopernikusz műve tehát egyáltalán nem a semmiből tűnt elő. Talán helyesebb, ha úgy tekintünk rá, hogy ezt tetőzte be az előző 500 év iszlám csillagászatát. Utána akartam járni a történetnek, hogy megismerjem azokat a tudósokat és gondolataikat. Előtte azonban meg kellett vizsgálnom egy alapvető kérdést. Mi keltette fel a középkori muszlim tudósok érdeklődését a csillagok iránt? A szíriai főváros Damaszkusz szívében álló Omajád mecset a világ egyik legrégebbi muszlim temploma. Amatőr kincsvadászként érkeztem ide. Az áll a könyvben, hogy van egy napóra odafönt az Árus minaret tetején. Utána járok, hogy tényleg létezik-e vagy sem. Dr. Rim Turkmani a londoni Imperial College asztrofizikusa és a középkori csillagászat szakértője. Vele vállalkoztam az izgalmas kutatásra. Együtt keressük a középkori világ egyik legpontosabb napóráját, melynek készítője az a muszlim csillagász volt, aki oly nagy hatást gyakorolt Kopernikuszra.
Ibn al-Shatir. A mecset tisztségviselői azt állítják, hogy a 19. században eltávolították ezt a napórát. Rémkutatásai szerint viszont a pontos mása még megvan az egyik minaret tetején. Ez ugyan nem az elveszett frigyláda, de azért egy 150 éves eldugott műtárgyat felfedezni sem utolsó kaland. Van valami ötlete, hogy hol keressük? A pontos időmérés igen fontos az iszlámban. A Korán napi ötszöri imát ír elő a hívőknek. Öt szigorúan megszabott időpontban. A napkelte percében, akkor, amikor a nap delel, délután, napnyugtakor, és végül akkor, amikor leszáll az est. A korai iszlámkorban ezért volt a mecsetek egyik nélkülözhetetlen tartozéka, a pontos napóra. Ott van, megtaláltam. Ott van, az lesz az. Éppen olyan, ami ennek a könyv leírja. Eltakarja az oszlop. Nem csoda, hogy senki nem tud róla. Teljesen belepte a galambpiszok. Galambürülék. Az. Köszönöm. Nézze, három részből áll. A középső nagy napórából, egy északiból, meg egy déliből. Ott van a dúr, a déli ima vonala. Az ott a másik vonal a délutáni imához. Ibn al-Shatir gondosan kiszámolta a vonalak elrendezését. Így a napóra egész évben pontos, annak ellenére is, hogy a napok hossza változik. Volt egy időmérő ember. Aki itt ült és nézte az árnyékot. Abban a percben, amint eljött az idő, jelezte, hogy a mecset szólítsa imára a híveket. Ibn al-Shatir percnyi pontosságú napórája ékes jele annak, hogy a muszlim tudósok milyen aprólékos precizitással figyelték meg az égi testeket. Kezdtem már érteni, hogy muszlim elődeinek a műve miért nyűgözte le annyira Kopernikuszt. Ők tényleg újfajta, korábban ismeretlen precizitást értek el a csillagászatban. 1%-os pontossággal számították ki a Föld méretét. Olyan háromszögtani táblázatokat alkottak, melyek pontossága elérte a 3/10-es jegyet. Amikor újra találkoztam a Damaszkusz melletti Kassiun hegyen Rim Turkmánival, ő arról a muszlim csillagászról mesélt nekem, akinek a csillagászati táblázatait és méréseit Kopernikusz is megemlítette, al-Battaniról. A 858-ban Törökország déli részén született al-Battani a precíz csillagászati mérések megszállottja volt. A történet szerint al-Battani ezen a hegytetőn álló csillagvizsgálójából fürkészte az eget. 877 után több mint 40 évig élt itt, Rakka városában, és azon dolgozott, hogy a lehető legpontosabban kiszámítsa az év hosszát. Ez az ő eredeti kéziratának a másolata. Megmutatom benne azt a részt, amelyben elmagyarázza az év hosszát. 27. fejezet. Azzal kezdi, hogy sorra veszi az ókori egyiptomiak és babilóniaiak számításait, és megadja az ő évük hosszát.
Elődei 365 napban, 6 órában és valamivel több mint 10 percben állapították meg az év időtartamát. Albattani némi leleményességgel és ilyen eszközökkel, mint ez az armilláris gömb, azt mérte meg, hogyan változik az árnyék hossza az év során. Az adatok alapján meghatározta, hogy az év melyik napján egyforma a nappal és az éjszaka. Ezt hívjuk napi egyenlőségnek. A méréseket ezután több mint 40 évig ismételte. Most jön a trükk. Átvizsgálta a 700 évvel korábbi görög szövegeket, és kiderítette, hogy az ókori szerzők az év mely napján láttak napi egyenlőséget. Így jutott két nagyon fontos adathoz, a két megfigyelés között eltelt napok, illetve évek számához. Elosztotta egymással ezt a két számot, és elképesztő eredményt kapott az év hosszára. 365 napot, 5 órát, 46 percet és 24 másodpercet. Ez az érték alig 2 perccel tér el a mai megfigyelésektől. Ilyen pontossággal ismerte az év hosszát. 2 percnyi eltéréssel. Albattani méréseinek a pontosságában az az elképesztő, hogy nem volt távcsöve. Egy armilláris kart használt, a puszta szemét, és egy ilyen eszközt, mint ez az asztrolábium. Beállítom a mutatót. Elforgatom ezt a korongot, hogy az északi csillagra mutasson, és akkor ezek a kis mutatók már megadják a többi csillag és a bolygók helyzetét. Szűkös felszerelése ellenére sikerült hihetetlenül pontosan megállapítania a Föld tengelyhajlási szögét. Közel 24 fokot kapott, ez mint egy fél fokkal tér el a ténylegestől. Ő azonban még ennél is tovább ment. Megmérte a nap átmérőjének a változásait, és az adatok alapján meglepő következtetésre jutott. Arra, hogy a nap legnagyobb távolsága a Földtől, a pontot apogeum néven emlegették, évről évre változik. A nap és a hold helyzetét megadó táblázatai is új mércét állítottak fel a pontosság terén. Nem véletlenül hivatkozott rájuk Kopernikus körülbelül 600 évvel később. Albattani és a többi muszlim csillagász tehát kétség kívül remek megfigyelő volt. De mire jó az egész, kérdezhetik. A válasz. Észleléseik rávezették őket arra, hogy komoly hibái lehetnek annak az általánosan elfogadott görög elméletnek, miszerint az égbolton minden a Föld körül kering. Az immár 700 éve kétségbe vonhatatlannak tűnő görög tanok jó részt az ókori világ egyik legnagyobb csillagászának életművén alapultak. A görög asztronómus Claudius Ptolemaios Alexandriában tevékenykedett a második században. Ő írta az egyik legkiválóbb csillagászati könyvet, az Almagesztet, és ebben a görögöknek az égbolt világáról szerzett ismereteit foglalta össze. Ptolemaios úgy gondolta, hogy a nap, a hold, a bolygók és a csillagok mind a Föld körül forgó kristálygömbön helyezkednek el. A hold például a legbelsőn, aztán a nap következik, majd a bolygók, és végül a legkülső szférán az álló csillagok. A világegyetem közepén tehát az emberiség csücsül. Az univerzum többi része körülöttünk forog. Ptolemaios is rájött azonban arra, hogy ha tökéletes matematikai gömbökkel próbálja leírni az égboltot, akkor számos nehézségbe ütközik. Azok a fránya bolygók mindig kibújnak a játékszabályok alól. Úgy mozognak az égbolton, hogy változik a sebességük, nő és csökken a méretük, olykor még irányt is váltanak. Ptolemaios ezért úgy helyesbített, hogy a bolygókat kisebb, másodlagos körökre, epiciklusokra helyezte, és azok mozogtak a nagyobbik kör a deferens körül. Ezzel a bolygók méretének változását, mozgásuk időnkénti irányváltását is meg tudta magyarázni. Sajnos még ez sem volt tökéletes.
Ki kellett találnia valamit a bolygók gyorsulására és lassulására is. Ezért tovább farigcsálta modelljét. A Földet elmozdította a középpontból. Ezúttal a deferens már nem a Föld, hanem a tér egy másik önkényes pontja, az ekváns körül forog. Csakhogy Al-Battani és más csillagászok eredményei kezdték veszélybe sodorni Ptolemaiosz elképzelését. Gondos megfigyeléseik alapján lassacskán kiderült. Az égbolt viselkedéséről még Ptolemaiosz nehézkes ekvánsai és deferensei sem képesek számot adni. Mit tehet hát egy csillagász, ha ott van neki ez a táblázatokba foglalt temérdek eredmény? Először is azt mondja, ez a görög tudás korán sem olyan megbízható, mint amilyennek hirdetik. Azután persze folytatja azzal, hogy ezek a görögök alapvető csillagászati ismeretei, melyeket már kétszer ellenőriztünk, és ezek ennek ellenére hibásnak bizonyultak. Akkor hol másutt lehet a hiba? Ettől kezdve már alapjaiban kezdi el kétségbe vonni a görögök csillagászati tanait. Tényleg kételkedni kezdtek. Feltűnő, hogy a 9. századtól a muszlim tudósok egyre gyakrabban használják írásaikban az arab sukuk szót, ami kétséget, kételkedést jelent. Megmutatták, hogy néha még azokat az elveket is kétségbe kell vonni, amelyeket mindenki más biztosra vesz. A görög csillagászattal szembeni muszlim kételyek fokozatosan aláásták azt a nézetet, hogy a Föld a világegyetem közepe. A kétkedéshez komoly szellemi merészség kell és képzelőerő. A muszlim és európai csillagászok nagy párbeszédének az a legfőbb tanulsága, hogy a tudományos haladás igazi hajtómotorja a sukuk, a kételkedés. Ibn al-Haysam volt az első nagy kételkedő tudósok egyike. Az iraki Bászra városában látta meg a napvilágot 965-ben. Szenvedélyesen hangoztatta, egy tudományos elmélet csak akkor lehet igaz, ha matematikailag következetes és a valóságot tükrözi. Amikor tüzetes és szigorú vizsgálatnak vetette alá a görög csillagászatot, nyomban észrevette az alapvető ellentmondást benne. A görög kozmológia azt állította, hogy minden égitest a Föld körül kering. Ptolemaiosz ezzel szemben leírta az Almagesztben, hogy a nap és a bolygók mozgását csak akkor lehet matematikailag előrejelezni, ha ezek egy önkényesen kijelölt térbeli pont, az úgynevezett ekváns körül keringenek. Ez nyilvánvaló ellentmondás. Az égitestek nem keringhetnek egyszerre a Föld és ugyanakkor egy másik pont körül. Ibn al-Haysamnak nem volt ínyére ez a paradoxon. A 11. század elején megfogalmazta a kétségeit. Csalódását alig leplezve így írt. A Ptolemaiosz alkotta elrendezés egyáltalán nem létezhet. Mivel teljes lehetetlenségnek nevezi, kijelenti, hogy nem fogadja el. Ráadásul azt is hozzáteszi, hogy ez nem olyan tévedés volt, amelyről Ptolemaiosz nem tudott. Volt egy alapvető hiba az érvelésében, de nem tudott jobbat kitalálni annak idején. Al-Haysam megemlíti, hogy most valami sokkal jobbat kellene alkotni. Sőt, mi több, utalásokat tesz arra, hogy ő képes lenne helyrehozni ezt a csillagászatot. Ebből nőtt ki végül a későbbi korok összes csillagászának kutatási programja. Meggyőződés nélkül nem lehet végrehajtani egy ilyen vállalkozást. Biztosnak kellett lenni abban, hogy meg lehet alkotni azt a nagypontosságú matematikai modellt, amely leírja a bolygók és csillagok mozgását, az égbolton zajló jelenségeket.
Ibn al-Haysam lényegében kitűzi a későbbi korok csillagászai elé a feladatot. Találjanak olyan magyarázatot az égi mozgásokra, amelyik matematikailag következetes és teljes összhangban áll a megfigyelt jelenségekkel. A végső választ csak Kopernikusz és társai találták meg a távoli Európában. Ám a következő fontos eredmény ennél közelebbről érkezett. Ennek az észak-iráni hegynek a tetején talált magának lakhelyet az a férfi, aki Kopernikusz másik muszlim tanító mestere lett, Nasir ad-Din at-Túszi. Ő lesz az, aki átfogalmazza Ptolemaiosz elméletét, és végső soron megdönti a föld középpontú világképet. Ezzel megszülethet a modern tudománykora. Itt áll az Alamut kastély, at-Túszi választott otthona. Hosszú éveken át egy muszlim szekta lakhelye volt, az iszmaelitáké. Ezen a csodálatos eldugott helyen volt az iszmaelita irányzat központja. Nem meglepő, hogy at-Túszi itt lelt otthonra. És nem csak ő, sok más tudós is ide költözött. Volt egy könyvtáruk, és a hely nem csak katonai erődítmény volt, hanem a tudás fellegvára is. Ez a főbejárat, az északi kapu. A vár alatt folyó régészeti ásatások sziklába vájt termeket, dolgozószobákat tártak fel, egy mecsetet és további helyiségeket, melyekben a különös katonai és tudós közösség tagjai éltek. Ez a mecset udvara, a fellegvár központi helye. At-Túszi ilyen körülmények között kezdett bele a sukuk, azaz a kétkedés mesterművébe, a tatkirába. Ebben adja meg a választ Ibn al-Haysam első feladatára, hogyan lehet kiküszöbölni Ptolemaiosz ekvánsát. Ahelyett, hogy a szférák egy tetszőleges térbeli pont körül forognának, at-Túszi kigondolt két egymásba ágyazott kört, melyek úgy forognak egymás körül, hogy ne legyen szükség ekvánsra. A két egymásba ágyazott forgókört Túszi párnak is nevezik. Kopernikusz könyve ezt a matematikai ötletet említi 300 évvel később. Miután megoldotta az ekváns problémáját, at-Túszi azt a munkát akarta befejezni, amelyet al-Haysam kezdett meg 200 éve. Következetes matematikai leírást adni az égitestek mozgásáról. Ehhez azonban pontosabb adatok kellettek neki. Csak hogy itt Alamutban soha nem juthatott volna hozzá nagyobb és jobb műszerekhez. Ám ekkor történt valami, ami örökre megváltoztatta at-Túszi életét. Megérkeztek a mongolok. A kelet felől támadó mongol sereg Helegukán vezetésével özönlötte el Iránt, és mindent elpusztított ott, ahol járt. ...1255-re értek az Alamuti hegyek lábához, és eltökélték, hogy lerombolják a várat. At-Túszi ekkor egy zseniális diplomáciai húzással nem csak a bőrét mentette meg, hanem pártfogót is talált tudományos törekvéseihez. Felkereste a mongol vezért, és kihasználta annak babonás hitét.
Azt állította, akkor tud csak jövendőlni neki, ha új műszereket kap a munkájához. Attusi még azt is elérte, hogy megtegye udvari tudósnak, és nem túl távol egy arra alkalmas domb tetején megépítette vele a világ legnagyobb obszervatóriumát. Ennyi maradt mára Attusi meragai csillagvizsgálójából. Főműszere ez alatt a védőkupola alatt rejtőzik. Attusi új csillagászati központja egyetlen nagy építmény köré épült. Ennek belsejében hatalmas fémív volt, egy 10 méter hosszúságú armilláris kar. A kerülete mentén fokokra és percekre osztva jelölték a szögmértékeket. A tudósok az ív központi részéről beirányozták azt az égitestet, amelyiket éppen vizsgáltak, majd az ív fogbeosztásáról leolvasták és feljegyezték a pozíciót. Így kapták meg az egyes égitestek pontos helyzetét. A nagy épületet kisebb csillagászati eszközök, könyvtárak, irodák és szállások vették körül. Ennek az obszervatóriumnak is volt saját mecsete. Kiábrándító számomra, hogy ennyire kevés maradt meg belőle. Ezért most tényleg a képzeletükre kell hagyatkozniuk, hogy milyen lehetett fénykorában. Végül is Attusi nem kevesebbet teremtett itt meg, mint a világ legnagyobb csillagvizsgálóját, amelyet még vagy 300 évig semmi nem múlt felül. Úgy, ahogy a modern kutatóintézetek, ő is a világ legjobb csillagászait gyűjtötte egybe, még a távoli Marokkóból és Kínából is. Igazán remek és pezsgő lehetett itt a szellemi élet. Új csillagvizsgálójával és válogatott csapatával Attusi felkészült arra, hogy megvalósítsa Al-Hajszam álmát és tudományos alapokra helyezze a Ptolemaioszi modellt. Először a matematikát vették célba. A bolygók mozgására más rendszereket is kiötlöttek a Attusi körökön kívül. Ezekben matematikailag következetes módon vizsgálhatták az égitestek mozgását. A Merkurt, a Vénuszt, a Marsot, a Jupitert, a Szaturnuszt, a Napot és a Holdat is. Attusi és csillagászai munkájából nőtt ki az úgynevezett meragai forradalom, a csillagászat teljes szemléletváltása, amely ledöntötte a régi ptolemaioszi világképet. Az, amit Attusi és a muszlim tudósok, csillagászok tettek, nem egyéb, mint a matematikai csillagászat létrehozása és elismertetése. Mégpedig korábban nem látott pontossággal és minden addiginál precízebb műszerekkel. Előrejelzéseik hosszabb távra tudták megjósolni a bolygók és csillagok mozgását, mint korábban bármikor. Ezért mondhatjuk, hogy Meragában vagy Alamutban valódi forradalom zajlott, ami a matematikai csillagászat szintjét és léptékét illeti. Maradt azonban még egy probléma. Bár az új modellek matematikailag hibátlanok voltak és megszabadultak Ptolemaiosz nehézkes ekvánsától is, még mindig a Föld volt a világegyetem középpontjában. Emiatt aztán az égbolt leírása is óhatatlanul bonyolult volt és nehezen érthető. Epiciklusok, deferensek, körpárok. Olyan volt az egész, mint egy kozmikus óramű. Történetünk következő fejezetéhez hatalmas szellemi és térbeli ugrásra volt szükség. 3000 kilométert kell utaznunk onnan, ahol most vagyok. In my view,
Nézetem szerint a meragai forradalom utolsó szakasza nem Iránban vagy az iszlám birodalom más helyén ment végbe, hanem itt, Észak-Itáliában. Muszlim tudósok műveinek hatására a Padovai Egyetemen és másutt új tudományos mozgalom indult, a reneszánsz. Újra Padovában vagyok, ott, ahonnan indultam. Most már értem, hogy a muszlim csillagászok miért voltak olyan fontosak Kopernikusznak. Ösztönzést adtak neki. Ő az első európai, aki épp úgy viszonyog a ptolemaioszi modelltől, mint Ibn al-Haysam. Pontosan ezért lett Kopernikusz az új európai irányzat első, de egyben az iszlám hagyomány utolsó nagy csillagásza is. Azt láttuk, hogy a napközpontú világképhez Kopernikusz sok bonyolult matematikai fogást vett át a muszlimoktól, például a túszi köröket. Ennél jóval fontosabb viszont, hogy azt a matematikai következetességet, amellyel világképét fölépítette, valójában muszlim elődeinek köszönheti. Kopernikusz eszméi tudományos felfedezések lavináját indították el, míg nem Sir Isaac Newton megfejtette a tömegvonzás titkát. Newton váltotta végül valóra Ibn al-Haysam régi álmát arról a szigorú és következetes matematikán alapuló csillagászatról, amely a megfigyelésekkel is tökéletesen egybevág. Felmerül viszont két fontos kérdés. Miért Európában és nem a Közel-Keleten tetőzték be azt a remek vállalkozást, amelyet muszlim csillagászok kezdtek el? A második kérdés még érdekesebb. Hogyan jutott el Európába az iszlám tudomány? A válaszért a világ egyik legszebb városába utazom. Irány az Adria királynője, Velence. Velencét mocsárra építették az itáliai partoknál. Talán ezért érezték úgy az itt élők, hogy nem tartoznak Európához, nem kötik őket a törvények és hagyományok. Már Shakespeare is rámutatott, Velencében fontosak a kalmárok és az arabokhoz vagy mórokhoz fűződő régi kapcsolatok. Ez a sokszálú bonyolult viszony olykor kalózkodáson és lopáson alapult. A legendák szerint 828-ban két velencei kereskedő ellopta egy híres keresztény szent csontjait a város tengeren túli riválisától, Alexandriából. Nem kisebb személy, mint az evangélista Szent Márk csontjai kerültek ide a Szent Márk térre. A keleti kereskedelem nagy vagyont hozott Velencének, új eszméket, szokásokat és embereket. Kalauzom Vera Costantini mindezt meg is mutatja nekem. Azért hívják Campo dei Morinak, a mórok mezejének, mert a sarkain ott állnak az úgynevezett mórok szobrai. Ott is egy. Az egy másik, turbánt visel. A velencei kalmároknak kézikönyveket írtak, és ezekben azt ajánlották, hogy ne vesszenek szakált, ha keletre utaznak. Hogy elvegyülhessenek. Igen, hogy tiszteljék őket keleten. Ahogy Velence egyre többet és többet kereskedett muszlim szomszédaival, úgy vált erősebbé az iszlám hatás is. Rendkívül népszerű lett az arab kávé kultúra. Meg az iszlám építészeti stílus jellegzetes boltíveivel és díszítéseivel. A következő a Teve palota. Akkoriban, amikor a velenceiek a kelettel kereskedtek, mértékegység gyanánt azt a mennyiséget használták, amennyit egy dromedár elbírt, a karikót. Ez a mértékegység pontosan ugyanakkora volt, mint keleten. Csak ott lyuk volt a neve.
A súly egységét nem véletlenül importálták külföldről. Igen, a súly mérték egységét. Az arab árukkal együtt arab könyvek is jöttek. Egy algebrai tárgyú, remek 9. századi arab szöveg a 12. században jelent meg latinul. Ugyanebben a században érkeztek az első arab csillagászati táblázatok, majd a 15. században a híres orvostudományi kánon is megjelent nyugaton. Tűnik, mintha a tanoknak ez az áramlása egybeesne egy fontos történelmi váltással. A tudomány hajtó ereje lassan áthelyeződik nyugatra, az iszlám világból Európába. A nagy áttörés végül itt nyugaton következik be 1500 után. Láthattam ennek a váltásnak az egyik csodálatos és kézzelfogható bizonyítékát. A meglepő új nyomot az Udinei Egyetem professzora Angela Nuovo találta. Húsz éve Velence egyik szigetén ebben a könyvtárban Angela egy 500 éves könyv egyetlen fennmaradt példányára bukkant. And what did you feel like? Mit érzett? Ez igazán nagy felfedezés. Igen, nagyszerű érzés. Emlékszem, meleg július volt. Olyan, mint ma, sőt, még forróbb. Mégis beleborzongtam. Igen, nagy érzés volt. Angela az iszlám szent könyvének első nyomtatott példányát találta meg, egy Koránt. Azóta, hogy 20 évvel ezelőtt megtalálta, most látja először viszont. Azon én is meglepődtem, hogy a világ első nyomtatott koránja Velencében készült, nem az iszlám világban. Már első pillantásra is szembetűnő, olyanok nyomtatták, akik nem tudtak valami jól arabul. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Az a meglepő számomra, hogy szinte gyerekes kézírással készült. Elég esetlen, ha más korabeli vagy régebbi arab szövegekhez hasonlítjuk. Ez az első kísérlet arra, hogy szedett betűkkel adják vissza a kézírást. Azt pedig tudjuk, hogy milyen rengetegféle létezik. Minden betű módosulhat, a betű kötésektől és a helyzetétől függően. Ez persze nehéz. Itt van ez a szó, dálika. A jelentése ez, de a vonásnak az el alatt kellene lennie, itt viszont fölötte van. Ezért dálika helyett itt dáleke áll, és ez helytelen. Bizonyára nem ez volt a nyomdászok anyanyelve. A szöveg tele volt hibákkal és tévedésekkel. Ez pedig komoly bűn. Persze, mert a Korán a muszlimok számára Isten szava, megváltoztathatatlan. A megváltoztatása egyenesen bűn. Hogyan fogadták, amikor megjelent? Feltehetőleg, és szerintem ez igaz, óriási bukás volt üzleti szempontból. A muszlimok évszázadokig ellenezték a nyomtatást. Ennek a könyvnek valószínűleg az összes példányát bezúzták. Ezért ez az egyetlen fennmaradt példány. Egy darab van belőle a nyugati világban, ez. Az, hogy ez a nyomtatott Korán megbukott az iszlám világban, 100 szónál is ékesebben beszél. Az iszlám tudomány azért vált sikeressé 800 éve, mert az arab nyelv hihetetlenül precíz. A betűknek 70-nél több különféle írásmódjuk van, és temérdek külön jel a kiejtés, a jelentés pontosítására. Ez tette lehetővé, hogy a világ négy égtájáról származó tudósok közös nyelven értekezzenek. A nyomtatott sajtó megjelenésével a tudományos gondolatok még szabadabban áramolhattak.
Nyugaton a latin nyelven nyomtatott könyvek felgyorsították a tudomány újjászületését. Mivel a szimbólumok és pótjelek miatt egy arab szöveget jóval nehezebb volt kinyomtatni, mint a latint, az iszlám világ kimaradt ebből az élénkülési folyamatból. Az új eljárással készült, nyomtatott Korán elutasítása jelzi a változást. Európa átvette a görög és arab tudást, meg az új technológiát. Galilei és társai készen álltak arra, hogy betetőzzék a reneszánszt. Fordulópontot jelentett ez a rendkívül erősnek számító velencei nyomdászat történetében is, mert határt szabott a terjeszkedésnek. A kelet és nyugat általános és kulturális kapcsolata szintén megváltozott, pedig a nyomtatás elfogadása az első fontos műszaki vívmány átvételét jelentette volna. Ekkor indult el nagyon eltérő irányba a két térség történelme. Nem a nyomtatás elutasítása volt az egyetlen oka annak, hogy az iszlám világ tudománya elmaradt a nyugati mögött. Fejlődését befolyásolták a világban bekövetkező más változások is. Az iszlám tudomány gyengülésének első és legkézenfekvőbb magyarázata az, hogy az 1200-as évek közepétől maga a birodalom is hanyatlásnak indult. Ennek egyik oka az, hogy sok irányból támadtak ellene. Kelet felől a mongolok. In 1258-ban elfoglalták a birodalom szellemi központját, Bagdadot, ahol a beszámolók szerint napokig feketére festette a Tigris folyó vizét a könyvtári könyvek tintája. A távoli nyugaton is viharfelhők közeledtek a birodalom felé. Az önálló városállamokra szakadt iszlám Spanyolországnak észak felől támadó, egységes és elszánt keresztény hadakkal kellett szembenéznie. A Reconquista, a visszahódítás több száz évig tartott. Csúcspontját 1492-ben érte el, amikor a Ferdinánd és Izabella vezette hadsereg az utolsó granadai mórokat is megadásra kényszerítette. A keresztények gyökerestül akarták kiirtani az iszlám kultúra és civilizáció maradványait Spanyolországból. 1499-ben ezen a téren vetették mágjára a granadai könyvtár összes arab nyelvű könyvét, kéziratát. Csak néhány orvosi szöveg maradt. 100 éven belül az összes muszlimot száműzték spanyol honból, vagy kardélre hányták, megégették őket. A keresztények a Szentföldet is vissza akarták hódítani. Megindultak a keresztes háborúk. A cél egy szent és keresztény Közel-Kelet létrehozása, valamint Jeruzsálem városának meghódítása volt. A keresztesek elsöprő erejű észak-szíriai támadással elfoglalták ezt az erődítményt, melyet egyik fellegvárukká tettek. Innen kegyetlen hitbéli buzgalommal vonultak Jeruzsálem ellen. A külső ellenségeivel küzdő iszlám birodalom eközben háborúskodó uradalmakra hullott. Vezérei azok a mamelukok lettek, akik eredetileg az egyiptomi állam szolgái voltak. A 13. századi Marokkót és Spanyolországot a berber almohádok uralták, Észak-Szíria és Irak sok kisebb városállamra forgácsolódott szét. Sok tudománytörténész szerint egy 1492-ben bekövetkezett nevezetes esemény is az iszlám tudomány hanyatlásának egyik oka. Abban az évben alapjaiban módosult a világ politikai földrajza. Kolumbusz Kristóf megérkezett az amerikai kontinensre. A bukás oka az,
hogy 1492-ben felfedezik az új világot. Ennek következményeként a korabeli európai uralkodóházak temérdek aranyhoz, ezüsthöz jutnak, és minden kalandor, birodalom és királyi ház gyarmatokat kezd létesíteni a világ különböző pontjain. Márpedig a tudomány mindig a pénzt követi. A 16. és 17. században a pénz, a hatalom, és ezzel a tudomány is Itálián és Spanyolországon át Angliába vándorolt. A 17. században a jövedelmező atlanti kereskedelmi útvonalakat már Anglia uralja, és neki telik a tudomány fényűzésére is. Ezzel magyarázható, hogy a világtudomány első nagy műve, a Principia Mathematica, amelyben Sir Isaac Newton a nap, a hold és a bolygók mozgását írja le, miért nem Bagdadban, hanem Londonban jelenik meg. Elképesztő pontosságú adatokat kellett összegyűjtenie a világ minden tájáról. Számok, megfigyelések és pozíciók hosszú listáit, magasság és árapály adatokat, az üstökösök és bolygók helyzetét, az ingák lengési idejét. Az egész világra kiterjedő vállalkozás volt ez, nagybetűs tudomány. E megfigyelések és modellek jó részét természetesen a régi muszlim csillagászok dolgozták ki Közép-Ázsiában és a Közel-Keleten. Hátra van azonban még egy végső csavar. Mivel a háború, a politikai, vallási viszály és a kereskedelmi jövedelmek elvesztése megcsapolta az iszlám országok vagyonát, hanyatlani kezdett a tudomány. Ez még nem magyarázza meg, miért merültek ennyire feledésbe a tudományos eredményeik. Részben talán azért, mert a Közel-Keletet és Ázsiát gyarmatosító európaiak azt a nézetet vallották, hogy ezek a civilizációk már hanyatlanak és haldokolnak. Úgy tűnik, az angolokat és franciákat kellemetlenül érintette olyan népek leigázása, amelyeknek a tudása legalább olyan kifinomult, mint az övék. Ezért ábrázolták sajátos módon az iszlám világot. Egy valaha roppant fejlett, jelentős tudósokkal és filozófusokkal rendelkező, de azóta romlásnak indult kultúraként. Ha ilyen szemmel nézték a világot, úgy tűnt, az egész gyarmati ügylet sokkal ízlésesebb. A nyugat-európaiak és a távoli kultúrák találkozásának történetében azt a változást tartom az egyik legérdekesebb fejleménynek, amely mélyreható és szörnyű következményekkel járt a nyugatiakra nézve, amint elkezdik kétségbe vonni saját felsőbbrendűségüket. A nyugat-európaiak fejében gyakran megfordul az a gondolat, hogy ők talán nem is különbek, mint bárki más. A nyugat-európaiak általában, és különösen a britek, hosszú ideig abban a meggyőződésben éltek, hogy fölényüket a vallásnak köszönhetik. Ezután az 1700-as évek környékén megváltozik valami. Az európai felsőbbrendűségnek akkoriban már nem a vallás a hivatkozási alapja, hanem a tudomány és a technika. Végül egyetlen mondatra egyszerűsödik az egész érvrendszer. Nekünk van géppuskánk, nekik meg nincs. Ettől kezdve az európaiak már azt is hajlandóak elismerni, hogy az iszlám valaha nagy dolgokat vitt végbe a tudomány terén, bár az már a múlté. Így alakult ki az a furcsaság, hogy még a közelmúlt iszlám és szanszkrit csillagászatát is nagyon réginek tartották. Ha ugyanis nagyon régi, akkor az angolok csak egy hanyatlóban lévő kultúrát igáztak le. És ez egy igazán jó hír. Ennek egyes szakértők szerint máig érezhető hatása volt a muszlim tudomány fejlődésének menetére. A muszlimok és az arabok még nem fedezték föl a saját múltjukat, mert ezt a múltat szándékosan eltörölte a gyarmatosítás kora. Amikor ma megpróbálják újra felfedezni, akkor sajnos töredékekből kell összerakniuk.
Mára tehát nem sok maradt a középkori iszlám világ nagy csillagvizsgálóiból, ilyen vagy olyanokból. Az a kijelentés is igaz, hogy az elmúlt 4 évszázad fontos tudományos eredményeinek többségét a nyugat érte el. Nem szabad azonban azt hinni, hogy az iszlám világban teljesen megállt volna a tudomány fejlődése. A 21. században is sok helyütt végeznek élvonalbeli kutatásokat. A teheráni Royan Intézetbe tartok. Itt őssejt kutatásokat végeznek a meddőség kezelésére, és klónozással is foglalkoznak. Meglepődve hallottam, hogy Iránban, egy iszlám országban a kormányzat nemcsak hogy elnézi a vitatott génmódosítást és a klónozást, hanem támogatja is. Az egyik alkalmazási lehetőség az, hogy az itt klónozott sejtekkel pótolják ki a szívnek azt a területét, amely már elhalt, és szív elégtelenséget okozhatna. A klónozás másik gyógyászati felhasználása során olyan állatot hozhatnak létre, amelynek a tejében van a gyógyszer. Ha tehát megisszuk a tejet, akkor az orvosságot kapjuk meg. Figyelembe véve, hogy a keresztény közösségek mennyire ellenzik a genetikai kutatásokat, érdekes, hogy Teheránban az intézet saját imámja ad támogatást és tanácsokat az időnként meglehetősen vitatott kutatásokhoz. Van egy orvosetikai bizottság az intézetben, és ez a szervezet megvizsgál minden kutatási javaslatot, hogy lássuk azoknak a különböző vonatkozásait. A programjainkat nekik kell jóvá hagyniuk. Nem értek eléggé a genetikához, ezért nem tudom felmérni, milyen színvonalú az itt folyó munka. Egy valami azonban biztos. Igazán otthon éreztem magam. Bármilyen nézetkülönbségeink vannak is az iráni állammal, a laborban igen könnyű volt közös hangot találni a tudósokkal. A természet törvényei nem ismerik az emberi előítéleteket. A középkori iszlám világ tudósai nagyon jól értették és hangoztatták is ezt az elvet. A 9. században Al-Khwarizmi a görög és indiai elméletek egyesítésével létrehozott egy új matematikát, az algebrát. A polihisztor Ibn Sina egyetlen könyvbe gyűjtötte össze a világ orvostudományi ismereteit, nagy szolgálatot téve a gyógyászatnak. A távoli iráni hegyekben At-Túszi és más csillagászok nyitották meg az utat nyugati utódaik több száz évvel későbbi kutatásai előtt. Ezek a tudósok mindenütt az igazságot keresték, amelyet Al-Kindi, a 9. századi gondolkodó ezekkel a szavakkal összegzett. Az a helyes, ha nem szégyeljük elismerni és befogadni az igazságot. Jöjjön az hozzánk bármely forrásból. Semmi sem drágább az igazságnál, és az sem kisebbítheti vagy alacsonyíthatja le, hogy ki keresi. Ez a történet az iszlám tudomány 9. és 15. század közt végbe ment felemelkedéséről és bukásáról szólt. Az egyik tanulsága az, hogy a tudomány az emberi faj egyetemes nyelve. A számok egyformán hasznosak Indiában és Spanyolországban. Az Iránban készült csillagtérkép rengeteget mond egy észak-európai csillagásznak is. Newton principiája arabul, angolul és latinul egyaránt igaz. Már a muszlim tudósok is rájöttek, hogy a tudomány az ember közös nyelve, és ennek ragyogó bizonyságát adták. Az emberi törvények és szokások térben és időben változnak, de a természet törvénye mindannyiunkra érvényes. Közreműködött Kárpáti Levente, magyar szöveg Alföldi Balázs, szerkesztő Pogány Éva, hangmérnök Csupkégel Sándor, gyártásvezető Kovács Marian, szinkronrendező Gellén Attila. A magyar változatot a Spektrum Televízió megbízásából a Masterfilm Digital készítette.